Rengeteg alma mehet kárba. A kereslet nem változott, a kínálat viszont nőtt tavaly, így most tele vannak a tárolók, és a léüzemek is beindultak a kármentesítés céljából. Veszélyes a kötelező védőoltások megtagadása. Az oltások által megelőzhetőek az életveszélyes betegségek is. Központban a tudományos szakok, a matematika, természettudományos, műszaki és informatikai szakokat népszerűsíti a Nyíregyházi Egyetem. Hatalmas mennyiségű alma mehet kárba. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Több tízezer tonnányi gyümölcs van a tárolókban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amelyre nem látszik piaci értékesítési lehetőség, és a léüzemek is inkább a kármentesítés céljából indultak be. Jókora veszteségek mellett kezdik a termelők az évet, akiknek dolgát az időjárás idén is megnehezítheti. Tavaly nyárig kell visszamennünk az időben, az idei almahelyzet okai után kutatunk. Rekordtermés volt nem csak nálunk, hanem lényegében az egész Európai Unióban. Miután a gyümölcs iránti kereslet nem változott, a kínálat viszont 20-30%-kal nagyobb lett, hatalmas mennyiség halmozódott fel, ami miatt ősszel már 100%-os kihasználtsággal működtek a tárolók. A gondokat tetézte, hogy tavaly asszályos év volt. Ilyenkor rosszabb az alma tárolhatósága, emellett sok gazda megcsúszott a szedéssel. Túlérvesztették le a gyümölcsöt, amit szintén nehezebben lehet tárolni. A következő hónapokra sem túl jók a kilátások. Nagyjából úgy számolhatunk, hogy áprilistól júliusig még kb. 4 hónap van hátra az idei almapiacból. Ez alatt a 4 hónap alatt helyjel közel 40-50 ezer tonna étkezési almának lesz piaca, de bizonyos, hogy ennél jóval több, jelenlegi becsléseink szerint egy 80-100 ezer tonna alma van még a tárolókban, vagyis egy 30-50 ezer tonna az, amire jelenleg nem látszik piaci értékesítési lehetőség. A legtöbb nagyáruházban 300 és 350 forint között mozog az étkezési alma kilónkénti ára. Az akciós gyümölcsöt, ami az eladott tételek mintegy 3/4 200-250 forintért árulják. Ilyenkor ugyan kapnak a termelők egy kis minőségi engedményt, de eleve alacsonyabb áron szállítanak be. A közvetítőkön keresztül 40-60 forintos kilónkénti nettó áron tudják eladni a termést. Ez az étkezési alma előállításának önköltsége a betakarítással bezárólag, vagyis a többi csomagolási, válogatási, tárolási költség nettó veszteségként jelentkezik. Ilyen kiesés mellett kell elkezdeniük a termelőknek az idei évet, amely szintén tartogat veszélyeket. Az első fenyegető elem rögtön a következő napokban várható fagy, és május közepéig még nagyon sok minden történhet a fagy frontján, majd nyáron nagyon sok minden történhet az asszály és a jégeső vonatkozásában, és úgy kell egy tavalyi viszonylag nagy veszteséggel elkezdenünk idén gazdálkodni, hogy messze van még az őszi szüret, amire az almából bevételeket realizálhatunk. 5 évben egyszer szokott előfordulni, ami idén. Beindultak tavasszal az alma sűrítménygyártó léüzemek. Ezek árai szintén nagyon alacsonyak, kilónként 18-21 forintos nyomott áron vásárolják fel. Leginkább az étkezési almából megmaradt gyümölcsöt. Kimondottan léalma termelés már szinte nincs is. Így ezekben a létesítményekben inkább kármentés, mint profit termelés céljából viszik a termelők az almát. Ezeken azonban szintén óriási a veszteség, mivel a termelés költségeit a lassan fél éve tartó tárolás tetemes költsége is terhelik. Nem lehet elégszer hangoztatni a kötelező védőoltások fontosságát, hiszen ezáltal megelőzhetőek az akár életveszélyes betegségek is. Hazánkban a megfelelő oltási rendszernek és a szigorú szabályoknak köszönhetően a nagyon súlyos fertőző betegségek szinte teljesen eltűntek. Azonban az interneten felbukkanó téves információk miatt néhány szülőben negatív gondolatok merülhetnek fel az oltások kapcsán. A védőoltások két csoportba sorolhatóak. Vannak életkorhoz kötött és megbetegedési veszély miatt kötelező oltások. Céljaik a fertőző betegségekkel szembeni védettség kialakítása. Napjainkban szerte a világon egyre több szülőben felmerül, hogy gyermeküknek nem adatják be a kötelezően előírt védőoltásokat. Általában a nem kívánatos mellékhatásokra hivatkoznak, vagy megkérdőjelezik a szérmók beadásának szükségességét.
Hazánkban a jogi szabályozás elég szigorú ezzel kapcsolatban, és jelenleg a gyermekek 98%-a megkapja a kötelező oltásokat, mondta el televíziónknak dr. Újhelyi János. Ilyen módon Magyarországon csak az éberségre kell figyelni, hisz emiatt nincs kanyarójárvány, emiatt nincs diftéria járvány, meg járványos gyermekbénulás járvány, holott ezek bizony más országokban, különösen a kanyaró vonatkozásban már nem igaz, még a legfejlettebb országokban is, ugye Nyugat-Európába, Amerika Egyesült Államokba. Emiatt én azt mondom, hogy higgyenek a szülők abba, hogy egy jó kidolgozott oltási rend van Magyarországon, ami a legsúlyosabb betegségekkel szemben véd. Hazánkban az állam fontos törekvése, hogy még több kötelező, ingyenes oltást vezessenek be. Hamarosan bővül az oltások köre, és várhatóan bevezetik a bárányhimlő elleni oltást is, mondta el a gyermekorvos. A kötelező védőoltások mellett számos javasolt védőoltás is van, amit térítés ellenében lehet igénybe venni. Arra biztatnám a szülőket, hogy nem csak a kötelezőkkel éljenek, hanem az úgynevezett fakultatív oltások lehetőségeivel is, mert azok is számosak, és nincsen rossz oltóanyag Magyarországon, semmitől nem kell félni, és aki több oltást biztosít a gyermekének vagy önmagának, mert ugye ez a felnőttekre is érvényes, az biztos, hogy egészségesebb is lesz, és mentes lesz a súlyos betegségektől. Az oltás során jelentkezhet néhány mellékhatás, ami teljesen természetes. Az oltásnak az a célja, hogy valamilyen reakciót váltson ki a szervezetből. Ilyen mellékhatás lehet az oltás helyén fellépő duzzanat, fájdalom. Azonban mellékhatások csak az oltottak igencsak 10%-ánál jelentkezhetnek. Összességében nem kell tartanunk az oltásoktól, ugyanis a védőoltás bevezetését nagyon komoly kutatás előzi meg, ezáltal biztosítva a veszélytelenségüket, tette hozzá dr. Újhelyi János. Szabadtéri tűz ütött ki kedreggel Sóstóhegyen. A lángok fellobbanását feltehetőleg száraz gaj égetése okozta, amit aztán otthagytak, és így közel egy hektárnyi területre terjedt át a tűz. A nyíregyházi tűzoltók a lakosság segítségével sikeresen megakadályozták, hogy a közelben lévő ingatlanok, illetve azok kerítése meggyulladjon. Bordás Béla, nyíregyházi városgondnok televíziónknak elmondta, hogy az elkövető a talaj biológiai állapotát és az állatvilágot is veszi. A rendőrség és a katasztrófa védelem vizsgálja a tűzeset okát és körülményeit. Közben újra tűzgyújtási tilalom lépett életbe a keleti ország részben, a korlátozás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét is érinti. Tilos tüzet gyújtani tehát a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. A kijelölt tűzrakóhelyeken beleértve a vasút és közútmenti fásításokat, továbbá tilos a parlag és a gaz égetés is. Magyarországon egyébként az erdőtüzek 99%-át emberi mulasztás okozza. Tudományos képzéseit népszerűsíti a Nyíregyházi Egyetem. A JEEP, vagyis Junior Engineer Education program elsősorban a matematika, természettudományos, műszaki és informatikai szakokra fókuszál. Készségfejlesztő előadások, élményközpontú szakmai napok és konzorciumi partnerek segítenek a hallgatóknak. Az utóbbi években jelentősen visszaesett a természettudományos tárgyakból érettségizők száma, valamint a természettudományos és mérnök szakok keresettsége a Nyíregyházi Egyetemen. A JEEP projekt leginkább a középiskolásokat célozza meg. A program átfogó célja a minőségi oktatáshoz való hozzáférés esélyeinek növelése, valamint a felsőoktatásba való bekerülés fokozása. Ehhez a célzott kommunikációs eszközök mellett a nem hagyományos formális tanulási lehetőségekkel érik el a fiatalokat az intézmény munkatársai. Azért nagyon fontos ez a pályázat, hogy egy kicsit motiváljuk, orientáljuk és kedvet adjunk a diákoknak ahhoz, hogy bátran válasszák ezeket a tantárgyakat, szívesen tanulják ezeket a tantárgyakat, érettségizzenek, akár emelt szinten is belőlük, és válasszák a Nyíregyházi Egyetemnek azon szakjait, ahol akár gépészmérnökök, közlekedésmérnökök, vagy programtervező informatikusok lehetnek, vagy olyan tanárok például, hogy biológia-kémia szakpárral, vagy egyéb olyan nagyon jó szakpárokkal, amelyek biztos, hogy állást fognak nekik biztosítani.
A pályázat a tanárszakokat is támogatja, ami azért kiemelten fontos, mert a diákok továbbtanulási választásait nagyban meghatározza, hogy milyen élményük volt a középiskolai oktatásban. A projekthez éppen ezért egy élményközpontú tanuló roadshow is kapcsolódik, valamint mentorhálózat is segíti a pályaválasztás előtt állókat. Az a célunk, hogy elvigyük őket középiskolákba. Találkozzanak a gyerekek ezekkel a szakemberekkel, közvetlenül kérdezhessenek tőlük, hogyha nem tudnak eljönni, akkor például FaceTime-on vagy Skype-on tudjanak velük érintkezni, elérhetők legyenek, illetve bármikor kérdéseket tudjanak hozzájuk feltenni. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy mivel itt végeztek nálunk a Nyíregyházi Egyetemen, ezért egy 10-15 mondatban írják le magukról, hogy miért a mi egyetemünket választották, hogy miért ezeket a szakokat választották, és hogy érezték magukat a Nyíregyházi Egyetemen. Az egyetemi mentorok mellett középiskolai mentorok is segítik a természettudományos pálya népszerűsítését. A diákok rajtuk keresztül kerülhetnek kapcsolatba a különböző vállalatokkal, és kerülhetnek be laborokba, üzemekbe, gyárakba, ami így a tankönyvektől a cégek világáig vezeti a pályaválasztókat. A felnőtt csapat mellett 11 korosztályos együttesben közel 200-an vízilabdáznak Nyíregyházán az Aqua SS színeiben. Az Egyesület nyáron nagyszabású rendezvénnyel ünnepli majd 15. születésnapját. Az Aqua SS OB2-es csapata szombaton hazai medencében fogadja a 100 halombatta és a Semmelweis Egyetem együttesét. Az Aqua SS 2004-ben alakult azzal a céllal, hogy a megyebeli fiatalokat úszni vagy vízilabdázni tanítsák. Az elmúlt másfél évtizedben felépült egy piramis, amelyben minden korosztály képviselteti magát. Az Egyesület szakmai vezetője elmondta, hogy már az élvonalba is adtak játékos, illetve edzőt, a 15 éves évfordulóra szervezett rendezvényen pedig szeretnék, ha együtt ünnepelnének a korábbi és jelenlegi játékosok. 11 csapatunk van, aki a bajnokságban szerepel, plusz a felnőtt OB2-es csapat, egészen a Bébi bajnokságtól az országos serdülő bajnokságig bezárólag, plusz az Észak-Keleti Ligának az IFI csapata. Közel 200 gyerek vízilabdázik Nyíregyházán versenyszerűen, 10 kollégával a háttérben, akik ezt szervezik és irányítják. Ennek apropóján ezt a 15 évet szeretnénk most az idén megünnepelni, többek között nyáron egy nagyszabású családi nappal, főzőversennyel és olyan kulturált rendezvénnyel, ahol megköszönjük azokat a volt és jelenlegi támogatókat, volt és régi játékosokat, akik visszatértek Nyíregyházára, most visszajönnek, meg a mostani játékosok és családtagjaik részére, hogy együtt van ez a nagy család. A felnőtt csapat egy hosszabb szünet után indult el ismét az országos bajnokságban. Az OB2-ben szereplő együttes szombaton a középszakasz második fordulójában a 100 halombatta és a Semmelweis Egyetem csapatát fogadja. Én úgy gondolom, hogy a várakozásoknak megfelelően szereplünk egy ilyen hosszú kihagyás után, bár mi játékosok régóta ismerjük egymást, régen még utánpótlásban együtt játszottunk, azért az eltelt éveknek köszönhetően szükségünk volt pár fordulóra, hogy újra összeszokjon a játékunk. Úgy gondolom, hogy ez jól sikerült, az eredményeink is azt mutatják, hogy még egy első fordulóban elszenvedett nagyobb arányú mérkőzést követően ugyanazzal a Miskolc csapat ellen például egy döntetlent játszottunk a következő fordulóban. Ezek nagyon pozitív eredmények, és úgy gondolom, hogy ez a jövőre tekintve nagyon sok jót jelez előre. A tavaszi bajnoki meccseket még Sóston játssza a csapat, ősszel viszont átköltöznek a Bújtyosi uszodába, amelynek építése a tervek szerint halad. A földmunkák bezárultak, az uszoda medencetér kialakításra került, és most jönnek a látványos dolgok, most fog kijönni a földből igazából az épület. A falazási munkálatok elkezdődtek az öltöző résznél, és azt gondolom, hogy hatalmas erőket mozgatott meg a kivitelezőnk ahhoz, hogy valóban be fogjuk tudni fejezni az ígért határidőre az úszoda építkezést. Az új úszodában a bajnoki címvédő újpesti női csapat is vízbe száll egy hivatalos mérkőzésen, valamint a tervek szerint a női, illetve a férfi válogatottat is láthatják majd a szurkolók. 7 arany, 4 ezüst és 8 bronzérmet szereztek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye diák sportolói az idei tanévben eddig megrendezett országos döntőkben. Az érmes sportolókat és felkészítő tanáraikat kedden köszöntötték a megyeházán.
A 2018-19-es tanévből még 2,5 hónap hátra van, így a diákolimpiai országos döntők közül is jó néhányra még csak készülnek a fiatalok. Vannak azonban olyan sportágak, ahol már kiosztották az érmeket, amelyekből szép számmal jutott Szabolcs-Szatmár-Bereg megye képviselőinek is. Az egyéni sportágakban 4 arany, 1 ezüst és 3 bronzérem az eddigi termés, csapatsportágakban pedig 3 arany, 3 ezüst és 5 bronzamérleg. Azokban az országos döntőkben, amelyeket már megrendeztek ebbe az évbe, illetve hát még 2 országos döntő még a tavalyi évről is átcsúszott, amelyről még nem adtunk tájékoztatást. Most az itt megjelent versenyzők mind helyezettek voltak, tehát az első 6-ba végeztek, és hát nagyon büszkék vagyunk arra, hogy tényleg itt az Alpár Ignász termet teljesen betöltöttük, még úgyis, hogy mindenki nem is tudott eljönni. Örültünk annak, hogy kicsi lett ez a terem, ami azt jelzi, hogy rengeteg olyan sportoló van, diák sportoló van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, akik valóban alázattal és tudásukat beleadva képviselik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. A Nyíregyházi Vasvár Gimnázium lányröplabdázói a második helyen végeztek Békéscsabán az 5.-6. korcsoportos döntőben. Bátran mondhatom, hogy elégedett vagyok ezzel a szerepléssel. Ha visszatekintek a múltra, a tavalyi évben Debrecenben 3-0-ra megvertük ezt a Békés Csabát, aki teljes csapattal képviseltette magát ebben az évben a diákolimpián. A mi csapatunkból 5 kezdőjátékos távozott, és Békés Csabán hazai közönség, hazai csapat, hazai pálya, játszani diákolimpiai döntőt nem könnyű. Mi mindent megtettünk, a gyerekek maximálisan küzdöttek, harcoltak, 3-1-re kikaptunk, de büszkék vagyunk erre az eredményre. Mondhatom azt, hogy ez reális is egy kicsit. Építkezünk, jövőre beépítjük az elsősöket, a kisebbeket, és tovább folytatjuk az aranyéremért való küzdelmet. Maracsi Endre elmondta, amíg hátralévő országos döntőkben is hasonló eredményekre számít, így az elmúlt években megszokott 45-50 éremmel zárhatnák a tanévet a megyebeli diásportolók. 8 csapat mérkőzik meg egymással hétvégén Nyíregyházán, hogy elhódítsa a Paragrafus Kupa győztesének járó ólomserleget. A jogalkalmazó szervek, vagyis az igazságszolgáltatás, a közigazgatás és a rendvédelem területén dolgozók labdarúgó tornája országosan is egyedülálló kezdeményezés, melyet idén 24. alkalommal rendeznek meg. Változás a korábbi évekhez képest, hogy a csapatok körmérkőzésben játszanak egy fél időt, amelyek 15 percesek lesznek. A mérkőzések végén a győzteseken túl hirdetnek gólkirályt és legjobb kapust, valamint újításként bevezetik, hogy a kupát 3 egymás utáni évben elhódító csapat ezentúl meg is tarthatja azt. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Több tízezer tonnányi alma mehet idén kárba. Tele vannak a tárolók, miután a termés nőtt, a kereslet viszont nem változott tavaly. Az is ritka, hogy már tavasszal beindulnak a léüzemek, a kármentesítés céljából viszont idén szükség volt erre. A termelők jókora veszteségek mellett kezdik az évet, dolgokat pedig az időjárás idén is megnehezítheti. Szinte teljesen eltűntek Magyarországon a nagyon súlyos fertőző betegségek a megfelelő oltási rendszernek és a szigorú szabályoknak köszönhetően. Azonban a téves információk miatt néhány szülőben felmerülhet az oltások megtagadása. Összességében nem kell tartanunk ezektől, ugyanis egy védőoltás bevezetését hosszantartó komoly kutatás előzi meg. Az utóbbi években jelentősen visszaesett a természettudományos tárgyakból érettségizők száma, valamint a természettudományos és mérnök szakok keresettsége a Nyíregyházi Egyetemen. A JEEP, vagyis Junior Engineer Education program éppen ezért elsősorban a matematika, természettudományos, műszaki és informatikai szakokra fókuszál. Készségfejlesztő előadások, élményközpontú szakmai napok és konzorciumi partnerek segítségével terelik a pályaválasztókat a tudományos képzési szakok irányába. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, március 26-án kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!
Gomoly felhős idő várható napsütéssel, majd az éjszaka második felétől megnövekszik a fátyol felhőzet. Csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél megélénkül, napközben helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 fok körül alakul. Szerda esti gomoly felhős napos idő várható, csapadék nem valószínű. Az északi szél megélénkül helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 fok körül alakul. Egy érintőleges újabb hidegfront miatt előfordulhat fejfájás, migrén, valamint szédülés is. Ingadozhat a vérnyomás. A folytatásban napos és közepesen felhős időszakokra, emellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk. A héten legfeljebb csütörtökön hullhat néhol kevés eső, azonban említésre méltó csapadék nincs a láthatáron. A hajnali órák hőmérséklete csütörtökön lehet a legalacsonyabb, akkor sokfelé várható fagy, de azt követően lassú, fokozatos enyhülés kezdődik.